Eonok. Elmélkedések és intelmek báró Vaj Ödönné született Wurmbrand Adelma grófnő médium útján. Budapest 1926. Előszó. Ennek a könyvnek tartalmát részben mint beszélő, részben mint író médium közvetítettem. Amikor e könyvet napám szellemének ajánlottam, kértem őt, hogy adjon nevet e könyvnek, s erre azt írta általam, nevezd e könyvet Eonoknak. Szégyellem megvallani, hogy én egyáltalán nem is tudtam, hogy mit jelent e szó, Eonok, s ezért a lexikonban utána nézve ott a következő felvilágosítást találtam. Eonok a gnosztikusoknál isteni erőket jelentenek, amelyek az idő kezdetétől Istentől áradnak ki, és mint önálló szellemek a különböző időszakok és világrendek élén állnak. Fölöttébb megörültem e névnek, mert az elmélkedésekkel soha nem kaptam meg az író szellem nevét is, rendszerint így írták alá, vezetőid vagy szavaiból ismerheted fel a szellemet. Az Eonok szó értelmének a szellem erő anyagban előforduló elsődökkel való megegyezése által beigazoltnak látszott előttem, hogy ezt is ugyanoly szellemek írták, mert ez a szó, amelyhez így különös úton jutottam, egyáltalán nem tőlem származott. Gonobic, 1887. Adelma. Függés. Semmi sem oly nehéz az embernek, mint a függés. Mindenki szabad akar lenni, pedig senki sem az. Mindnyájan arra születtünk, hogy egymásnak szolgáljunk. A magasabb az alacsonyabbnak, és az alsóbbrendű a magasrendűnek. A szabadság rajongók csak ábránd után futnak, mert amit szabadságnak neveznek, csak megváltoztatott szolgaság. Teljes, föltétlen függetlenség nem létezik e földön, mert ha mint remete az emberektől függetlenül élsz is, mégis függesz a viszonyoktól, önmagadtól, egészségettől és mindentől, ami környez. Ne panaszkodjatok a függés miatt, törődjetek bele, s akkor megelégedettek lesztek. A függés fokozatos, s az egyéneket láncszemekhez hasonlóan köt egymáshoz. Aki ezen tágítani akar, az romboló munkát végez. A nehéz függésben élők helyzetén enyhíteni a magasabb rendben lévők kötelessége. De én azt mondom nektek, hogy a függő helyzetben lévők hűsége és kötelességérzete nagy erény, s azok felelőssége a legnagyobb, akik a függő helyzetben lévőket vezetni és irányítani vannak hivatva. Akkor az emberek a magas kort szomorúságnak és gyengeségnek tartják. A testi hanyatlást nagyon is anyagiasan fogják fel, pedig a szellemmel nem öregszik. Ellenkezőleg gyarapodnia kell tehetségében és jó tulajdonokban, s a növekedő évekkel mind tökéletesebbé lennie. Ennek folytán szellemileg tekintve a fiatalságot felülmúlja a szépségben az öregkor. A rövidlátó ember a fiatalsággal ellentétben az öregkor mellett mindig ott látja a halált, pedig a halál nem kímél éveket, és minden pillanatban bekövetkezhet. Ember, légy készen minden nap a halálra, mert elszólítottságodnak sem napját, sem óráját nem ismered. Kedves barátom, miért szomorkodsz, ha hajad őszül, és tested elveszti ifjúsága báját? Nem külsőségek-e ezek? Csak azt vonjad el, amit nem vihetsz magaddal, ami porrá lesz, ami a síré. De örökké való szellemed mindebből halhatatlanul, rohadatlanul emelkedik ki. Ne bánkodjatok a kor miatt. Ennek kell bennetek kigyógyítani az ifjúság minden hiúságából és tetszelgéséből. Ennek kell megmutatnia nektek, miként hanyatlik minden külső báj, és csupán a szellem belső szépsége marad meg. Istenben való megadással érjen el benneteket az öregség, s legyetek tökéletesebbek, mint ifjúságotokban voltatok. Akkor öregségetek lesz az aranykapu, melyen át be fogtok lépni Isten birodalmába. A munka. A szellem és a test kenyere a munka.
Munkálkodni annyit tesz, mint teremteni. Mindenki teremt, aki munkálkodik. Isten a legnagyobb és legelső munkás, ő sohasem pihen, sohasem tétlen. A természeti erők is szüntelen dolgoznak, s Isten által indítva fáradhatatlanul termékeny a föld, s mozgásban a tenger. A növények, állatok szüntelenül nőnek, terjednek, fejlődnek, s a természetben minden követi a természeti törvényt, az élet parancsszavát. Egyedül az ember lehet tétlen, mert szabad akarata van, mely őt a jóra, a tökéletesre vezeti, de amely őt tévútra is viheti. Gondolkozzál, ember, munkálkodjál ésszel és értelemmel. A naplopó és lustálkodó ember az állaténál is értéktelenebb életet él, mert nem használja tehetségeit, hanem parlagon heverteti azokat. A szegénynek a munka adja meg a mindennapi kenyerét. A gazdag számára a munkának szellemi táplálékot kellene jelentenie. Kettőzött szorgalommal kellene dolgoznia, és teremtenie mások javára. Henyélésre használni a jó módot, súlyos visszaélés. Sok szellem, aki így élte le földi életét, halála után vágyódva gondolta, hogy bár inkább a szegény napszámos lett volna, mert a tétlenségben töltött évek ólomsúlyjal nehezednek szellemére és lelki ismeretére. A munka szellemi és testi egészség. Ó, emberek, ne henyéljetek! Munkálkodjatok magatoknak és magatokon, főképpen pedig örömmel és szívesen dolgozzatok másokért. A szegénység. Az emberek a szegénységet nagyobbára a legnagyobb szerencsétlenségnek tekintik, pedig többnyire a lélek boldogságához vezető út az. Legjobb, legbiztosabb vezeklési eszköz a szellem számára a szegénység. Ó, ha tudnák a szegények, hogy éhség, szükség és szenvedések által előbbi életük vétkeit vezeklik le, s általuk lelkük számára felszabadulást és boldogságot nyernek, bizonyára türelmesebben viselnék nehéz sorsukat. Vannak emberek, akik egyszerre a társadalmi viszonyok felfordítása által akarják a szegénységet kiküszöbölni. Ezeket kevésbé az óhaj, hogy a szegényeken segítsenek, mint inkább a becsvágy, önmaguk túlbecsülése, s az a kívánság vezeti, hogy egy reform és forradalmi párt vezérei legyenek. Ők Isten rendeletének ellenére cselekednek, amelyeket nem lehet felborítani. Segítségére volt a szegényeknek valaha valamely társadalmi felfordulás. Nem volt-e mindig gyilkosság, pusztulás, ínség és nyomor azok következménye? Miután létezik szegénység a földön, úgy bizonyára elkörcsi céljának is kell lennie, bizonyára megvan szellemi, földön túli oka, mert Isten bölcs és igazságos. A szellemtannal foglalkozóknak a szegénység egészen más világításban tűnik fel, mint az anyagiasan gondolkodóknak. Szegény sorsú spiritista vagy igazi keresztény sohasem fogja felpanaszolni szegénységét, mert mindkettő alkalmazkodik Isten rendeléséhez, jól tudván, hogy ennek okának kell lennie. A szegénységet az emberek szégyennek is tartják. Szégyellik a szegény rokonaikat, pedig az Úr Jézus Krisztus is szegény volt. Szélese világon semmije sem volt. Minden tanítványa és apostola szegény volt. Egyetlen gazdag sem találtatott közöttük. Beszélte Krisztus valaha a szegénység ellen, mint a mai világjavítók. Ellenkezőleg Jézus a gazdagokat sajnálta, mert nekik sokkal nehezebb a boldogság útjának elérése, mint a szegényeknek. Az égbe vezető utak egyike a szegénység. Megtanít imádkozni. A türelem és az Istenbe vetett bizalom mestere. És ha kétségbeesés fogja el a szegény szívét, higgyétek el, Isten közel van. Ő meghallja a szegény kiáltását. Krisztus a szegények barátja volt. Ő a legnagyobb. Szerette a szegényeket. Nem enyhíti-e a fájdalmatokat? Emberek, szeressétek ti is a szegényeket, legyetek barátai, segítsetek nekik vezetésükben, amelyet át kell élniük, és ne szégyenkezzetek a szegények miatt, hisz ők is testvéreitek. Adjatok nekik itt emberi segítséget, kenyeret,
s ők viszonozni fogják ezt szellemi kenyérrel, imával és egykor szellemi segítséggel. Karácsony. A kereszténység Jézus születését ünnepli karácsonykor. Boldog hálaérzettel ünnepeljétek azt az időt, amikor Isten a megváltót elküldte. Énekeljétek a hallelúját. Ő jelent meg, a megváltó, ki csupa szeretet, megbocsátás, kibékülést hirdetett. Köszönjétek meg ezt, és megtapasztaljátok őt. Térdeljetek le Jézus jászlánál, imádkozzatok, kérjétek, tanítson meg alázatra és szeretetre. Lássátok meg, milyen nagy és magasztos ő, szegénysége dacára is. Így tanít ő benneteket, hogy külsőleg szívesen viseljétek el a szegénységet és alacsony sorsot, ha csak belsőleg jók és tiszták vagytok. Amint eléje járultak a pásztorok és a királyok, úgy járuljatok ti is mindnyájan hozzá. Mindnyájatokat egyformán szeret ő, mert mindnyájatokért meghalt. Szeretettel és bensőséggel ünnepeljétek a karácsonyt. Engedjétek fölmelegedni szíveteket az Isten küldötte, a megváltó iránt, ki nektek isteni példát adott és isteni dolgot tanít. A gyermek Jézus ünnepén, a szent estén szokásos dolog a gyermekek megajándékozása. Igen, tegyétek ezt, öltöztessétek fel a szegény gyermekeket, adjatok nekik ételt és italt, üdítsétek és örvendeztessétek meg őket, és gondoljatok a jászolban fekvő gyermek Jézusra. Emellett igyekezzetek, oly gyermetegen jámborrá lenni, minők a gyermekek, akiket a megváltó magához hívott. Örvendjetek, megszületett a megváltó. Önfeláldozás. Sok ember már a legegyszerűbb szeretett cselekedetet is önfeláldozásnak nevezi. Pedig a valódi önfeláldozás ennél sokkal több. Az igazi önfeláldozás az, ha például fele barátodnak, saját magad megrövidítése által teszel valami kedveset, valami jót. Saját kényelmed megvonása, saját magad megkárosítása, saját személyed veszélyeztetése által, ha úgy teszel valamit, hogy önmagadról megfeledkezel, s önmagad háttérbe szorításával csak fele barátod érdekét tekinted. Az irodalom és a köteles felebaráti szeretet sok tettét minősítik már önfeláldozásnak, melyek pedig csak az ember szeretetből és keresztényi kötelességből folynak. Példának okáért, ha te magad jól laktál, és egy szegényt táplálékkal látsz el, akkor nem hoztál áldozatot, csak egyszerűen jó téteményt gyakoroltál. Az önfeláldozás még az életet is kockára teszi, s az ilyen bizony vajmi ritka tulajdonság. Mi gyakran nevezi magát a gőg és a becsvágy is önfeláldozásnak? A látszat gyakran csal. Ha igaz és valódi önfeláldozást akartok látni, tekintsetek Jézusra. Nála feltaláljátok az önfeláldozást legtökéletesebb alakjában. Tanuljatok Jézustól. Kövessétek őt. Őszinteség. Az őszinteség az ember veleszületett tulajdonsága. Némely szellem azt magával hozza, csak nehezen lehet azt belenevelni. Az őszinteség minden esetre hűséges és jó szív tükre. Őszinte embernek meghitt barátai és elkeseredett ellenségei vannak. Ha minden ember őszinte lenne, akkor a világ jobb és boldogabb lenne. Az őszinte ember Jézusnak barátja, boldog, kinek lelkéhez nem tapad hamisság, ámítás. S üldözze bár őt a világ, ő Isten gyermeke. Irgalmasság. Legyetek irgalmasok, miként mennyei atyátok irgalmas. Érdemele irgalmasságot az, ki testvérei iránt kemény szívű és igazságtalan. Ha Isten olyan lenne irántatok, amin ők ti vagytok fele barátaitok iránt, akkor még élni is lehetetlen volna. Ó, kedves barátaim, ti nem lehettek eléggé irgalmasok.
Isten irgalmassága nyitja meg számotokra a mennyeknek kapuit. Ne zárjátok el ajtótokat a fáradt vándor előtt. Isten irgalmassága üdít fel naponta, és ezer meg nem érdemelt adománnyal áld meg. Üdítsétek hát fel ti is az éhezőket és betegeket, és adjatok a jó és irgalmas szív teljességével. Legyen példaképetek az a szamariabeli irgalmas ember, kit Jézus említ. Cselekedjetek, miként ő. De legyetek irgalmasok anélkül, hogy jutalomra számítanátok, mert aki számításból tesz jót, az csak félmunkát végez. A rendeltetés. Testet öltéskor minden ember meghatározott rendeltetéssel jön a világra. Valami kijelölt életfeladatot kap, mit e földi létben el kell végeznie. Az Isten minden szellemet rendeltetéssel küld a földre. Nem születik véletlenül az ember, miként némelyek hiszik, mert minden egyest különleges törvény irányít. Nehéz dolog az embernek felismernie rendeltetését. Ez elsősorban önismeretet követel. Saját magad túlbecsülése sohasem vezet rendeltetésed felismerésére. Kövesd szíved szózatát, legbensőbb érzésedet, kérj világosságot Istentől, akkor majd megtalálod rendeltetésedhez vezető utat. Egy hibásan választott életpálya sokszor tett tönkre egzisztenciákat, és megrontott életet eredményezett. Milyen szomorú dolog ez! Értelem és ész egyedül nem képes választani a hivatást, mert az életben a szív is megköveteli a maga jogait. Jaj annak, ki elhallgatja szívét és csupán becsvágyára hallgat. Élete nem élet többé, mohó hajsza csupán, mely a túl magasra tűzött cél elérésére törekszik. Ha van családod, figyeld meg őket, tanulmányozd mindegyiket, engedj szabad folyást beszélgetésüknek, és igyekezzél az ő szempontjaikból belső készségeiből kiindulva felismerni a nekik megfelelő hivatást. Az első gyermekkorban nyer kifejezést, később a külbenyomások nyernek nagy befolyást a serdülő ifjúságra. Az emberek rendszerint nagyon könnyelműen választják meg hivatásukat. Sokan oly életet kényszerítenek magukra, mely erkölcsi halálukat okozza. A legtöbben elégedetlenek az Isten által nekik rendelt helyzettel, és túl akarnak azon emelkedni. Kérjétek belsőleg Istentől élethivatásotok megismerését, hogy teljesíthessétek azt a feladatot, amelyet elétek tűzött. A szerénység. Kevés tulajdonság kedvelteti meg annyira az embert, mint a szerénység. Mert a szerénység jóságból és szelídségből van összetéve, nem bízza el magát, és nincs nagyra önmagával. A szerénység e tulajdonsága által naggyá tesz. A szerénység nem fuvalkodik fel, nem gőgös, nem becsüli túl magát, meghódítja az emberek szívét, és csak nemes természetek sajátja. Némelyek azt állítják, hogy a szerénység az ember előmenetelének akadálya. Ez hamis nézet. A szerénytelenség elidegenít, és minden dologban hátrányt okoz. A szerénységben benne foglaltatik az alázatosság, az ember legszebb ékessége is. Szerénységed, hűséged, barátokat szerez, míg a szerénytelenség ellenségeskedést szül, gőgös és nemtelen. Azok, akik nem fogják fel a szerénység benső értékét, az erénykoszorú egyik legszebb virágát nem ismerik. Javulás. A javulás mindenkinek módjában áll. Erre nézve adta nektek Krisztus a tékozló fiú példázatát, olvassátok el figyelemmel, egyszerűségében és mély értelműségében megindító és megható. Mennyi szeretettel fogadja az apa megtérő fiát? Megbocsátja, és elfelejti minden bűnét bűnbánó visszatéréséért, mert az atya megbocsát. Mennyivel inkább megbocsátja nektek Isten, a jóságos atya bűneiteket,
ha bűnbánattal esedeztek bocsánatáért. Az anyák szíveit hívom fel. Mondjátok, meg nincs-e megbocsátás? Ismerek olyan anyát, akinek szíve majdnem meghasadt gyermeke rosszasága miatt, ki gyermeke hálátlansága felett érzett bánata korán megőszített. S lássátok, amint gyermeke szükségbe és nyomorba jutott, vagy betegség sújtotta, édesanyja mellette termett megbocsátón és felejtve. A javulás az a nagy kiengesztelő elem, amely megsemmisíti a bűnt, mely jóra térít minden gonoszt. Ezért a legmegáltalkodottabb bűnösnek is azt ajánljuk, ember, megállj! Térj vissza, és ne essél kétségbe! Lehetséges, és soha nem késő megjavulnod. Kiálts Jézushoz, ő minden bűnösért szenvedett, nála irgalomra találsz. Nála nyersz vigasztalást és erőt a megtérésre. Nincs oly nagy bűn, amelyet Isten meg ne bocsátana, ha megbánjátok. Krisztus mindnyájatokért jött, tekintsetek fel hozzá minden bűnösnek megváltójához. Imádkozzunk! Éjszaka volt. Minden megpihent. Éppen befejeztem imámat, és elgondolkoztam afölött, hogy vajon meghallotta-e a Jóisten imámat, aközött a sok fohász között, amely éppen most hozzá küldetett. Mert hisz, mi vagyok én? Szegény, kicsi emberteremtmény, a mindenség millió és millió élő és gondolkodó lénye között. Mindegyiket meghallgatja-e az Isten? Látköröm egyszerre kitágult, boldog érzés szállt meg, egy angyal lépett mellém. Tündöklő kezét homlokomra tette, és szellemi tekintetem előtt gyönyörű kép tárult föl. Jöjj, gyermekem! Mondta az angyal, ki magát Hérának nevezte, jöjj és láss! A világok tengerében voltunk. Héra által vezetve lebegtem az életben, magasan a föld felett, körülöttünk felhők és csillagok. Mindjárt látni fogod a földi imákat, sőt érezni és hallani is, mondta Héra. Eleinte valami zavaros lármát hallottam, a hangok összevisszaságát, kérelmeket, kiáltás, tombolás, zakatolás, dicséretet és hálát. Kell-e mindezt folyton hallania a Jóistennek? Kérdeztem Hérát. Igen, felelte az angyal. A mindenütt jelenvalónak még sokkal több jut tudomására, amit senki sem lát és nem hall, csupán ő, a legmagasabb. Csak Isten képes azt felfogni. Te csak a földi hangokat hallod, de ő meghallja a mindenség hangját is. A világok zűrzavarából most kicsiny, aranyos felhőcskék emelkedtek föl, melyeket gyönyörűség volt látni. Csodálatos harmónia hangzott belőlük. De sajnos az egészből csak kevés ilyen aranyos felhőcske szállt föl, melyek úgy tűntek fel előttem, mint ritka, értékes égkövek. Belőle édes hangok keltek énekelve, Uram, legyen meg a Te akaratod, amint Te akarod, Istenem, Isten, a mi szeretetünk, hitünk és reményünk. Az aranyfelhőcskékben a megadás súlyos könnyei, sóhajok és mély bánat foglaltattak, melyeket Isten nevében viseltek el. Nézd, ez a legtisztább és legjobb ima, mondta Héra. Semmit sem kérnek, csak Isten akaratának teljesülését. Nem panaszkodnak, megnyugodtak, türelmesek. Ez a hit, a szeretet imája. Nyílként hatol át az étertengeren, oly gyorsan, hogy kifejezés pillanatában már Istennél is van. Eltűntek a gyönyörű aranyos felhőcskék, de csodálatos harmóniájuk visszhangzott lelkemben. Most mindenféle kis ezüst felhőcske támadt, könnyedén szállongott, üde és bájos volt, tavaszi fuvolaként érintett, illatot árasztva, csodásan, kecses hangjáték hangzott belőle. Ez a gyermekek imája, mondta Héra. A jó Isten szereti őket. Hallgass csak, mélyen borul és hívőn hangzik, telve bizalommal, hogy a jó Isten hallja őket. Itt a leghangosabb,
A nyomorban és szükségben lévő gyermekek imája, amott a földtől megváló angyalkák lélekhangja. Ezeket a zengő és éneklő ezüstös felhőcskéket is angyalszárnyak vitték gyors szárnyalással Istenhez. Ezentúl mind sötétebb felhők jöttek. Tekintetem néhány világos szürke felhőre esett, mely elég szép volt, csak hogy hamis hangok hallatszottak belőlük. Ez kellemetlen volt, de nem is haladtak. Olmosan feküdték meg az étert. Nézd, egy csinosnak látszó felhőket, melyekből azonban annyi diszonancia hangzik, ezek az álszenteskedők, képmutatók és farizeusok imái. Az ajkak imái szóáradat, mely nehezen hömpölyög és nem leli meg az Istenhez vezető utat. Most a megbánás imái villámként hasították át a felhőket, mint szikra, mely az ég fölé röpül. Nagy bűnösök imái voltak, mély megbánásuk magasra vitte fel őket. Angyalok hozták a haldoklók imáit. De nézd, mi szökell az ég felé, mint valami lágnyelv. Ez a halálos veszélyben és nyomorban lévők imája és segélykiáltása, mondta szomorúan Héra. Azokja a kiáltása, akiket az utolsó pillanat tanít meg imádkozni, ez sürgős ima. Nézd, itt ez a kétségbeesés imája, hogyan szökik föl a többi közül. Most nézzük meg még az utolsót, szólt tovább Héra. Itt a fekete, zavaros felhőzetben, mely áttörhetetlen káoszhoz hasonlít, folyton saját tengelye körül forog, a földhöz tapad, s Istenhez jutni nincs ereje. Ezek a földi, anyagias imák. Aranyért, pompáért szóló, továbbá a babonás, értelmetlen imák ezek, meg a hit nélkül mondott imák. Ezek nem jutnak el Istenhez, mert nincsen bennük semmi isteni, semmi szellemi. Tudod-e tehát, hogyan imádkozzál? Kérdé Héra. Igen, felelém. Istenem, legyen meg a te akaratod. Ámen. Ámen. A földre küldettünk a rossznak legyőzése céljából. Honnan ered a rossz, miután Isten maga a jóság és minden belőle származik? A rossz a szellemek bukásából keletkezett. Mi okozta a szellemek bukását? A gőg. De hogyan lehettek gőgösekké a jónak teremtett szellemek? Az Isten szabad akaratot és értelmet adott nekik. Szeretettel látta el szellemüket. Meg kellett tanulniuk a továbbfejlődést. Gyermekek voltak, kiknek a jóban növekedniük kellett volna. De Isten gyermekeit nem rabszolgáknak, hanem szabad, önálló gondolkodó cselekvő lényeknek alkotta, s így némelyek megszegték a törvényt, ezáltal keletkezett a bűn, a gonosz, a fájdalom, a nyomor, a testöltés és a halál. A gonoszt meg kell győzni. Az elfajul gyermekeknek meg kell térniük. De hogyan? Mi által? A szeretet, a jóság, türelem által. Csupán Isten hosszú tűrése képes erre. A rossz ellen való mennydörgés és heveskedés csak elkeseredést kelt. A türelmetlenség mindig csak ártott, sohasem segített, még kevésbé térített meg valakit. Csak önmagad iránt légy kemény és szigorú. Kezd el magadon. Folytsd el magadban a rossznak csíráját is, de mások iránt légy szelíd. A szeretet hatalma előtt minden gonoszság kitér. A rosszaság és jóság fogalma nagyon különböző. Midőn egy ifjú Jézust jó mesternek nevezte, kérdi az Úr, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egyedül Isten. Ugyanígy megintette volna a tanítványokat, ha valakit gonosznak neveztek volna. Egyedül Isten lát a szívekbe.
engedjétek hát neki az ítélkezést. Jézus senkit sem ítélt el, nem kárhoztatott, ezért ti se kárhoztassatok senkit. Aki a gonoszságnak ellensége, annak az nem árthat. És aki jó, az ne féljen a rossztól. Nézz szembe az ellenséggel, és győzd le. Isten veled van. A lelki és testi táplálék. A szellemi és testi kötelességek beosztásáról, a szellemi és testi táplálékok élvezetéről akarunk egyetmást elmondani. Mindegyiknek túlságos élvezete megárt vagy a szellemnek, vagy a testnek. Adjatok hálát a jó Istennek, hogy szellemi foglalkozásokon kívül testi munkával is ellátott, hogy életetek fönntartásáért dolgoznotok kell, mert a munka üdévé, ruganyossá és tetterőssé teszi a szellemet. Nézzétek meg a dologtalanokat, akik jólétben úszva szellemi álomba esnek. Csak a testre, annak kényelmére és élvezetére gondolnak. Idejük lassan eltelik, mialatt ti dolgaitokban siettek, ők sápat arccal ásítva lézengenek az utcán és sétatéren. Pedig szívetek mélyén gyakran irigyelitek jó módjukat. Ha tudnátok, milyen üresség lakozik bennük, bizonyára nem cserélnétek velük. Kocsiznak, lovagolnak, látogatóba mennek, semmiségekről fecsegnek, semmi tevésüktől elfáradva kimerülten fekszenek le, hogy a következő napot ugyanígy kezdjék és végezzék el. Hogy agyonüssék unalmas idejüket, különböző izgatószerekkel élnek, melyek a testnek ártalmára, a szellemnek megrontására vannak. Erenyhe élet közben szellemük elveszti ruganyosságát, a mély és komoly gondolkozás tehetségét. Közeledik haláluk órája, s mi hasznát vették gazdagságuknak? Nehezen, félelemmel teljesen szakadnak el a földtől, mert egy előttük teljesen ismeretlen birodalomba lépnek, a szellemvilágról mit sem tudnak. Felébredésük a szellemi világban lassan és félelem teljesen fog bekövetkezni. Azután még ott is keresni fogják régebbi szükségleteiket, ott is szeretnének kocsikázni, enni, inni, játszani, mert szellemük megszokta ezt. Igen, az emberi hibák a túlvilágba is követik a szellemet. Ezért annál könnyebben fogtok egykor meghalni, minél jobban megismeritek a szellemi életet, s annál gyorsabban fogjátok magatokat otthon érezni a szellemvilágban. Ezekben vázoltuk előttetek a testi táplálkozás szélsőségeit. A szellemi táplálkozás szélsősége az lenne, ha a spiritista, aki ismeri a szellemtant, földi dolgait most már mind elhanyagolná, minden emberi dolgát a szellemek által akarná elintéztetni, előmenetelében magát kizárólag a csodás szellemi segítségre bízná, és nem tenne mást, mint szellemiekben elmerülve emberi és hivatásbeli kötelességeit elhanyagolná. Az, ami üdülésnek van számba, eképp túlhajtott élvezet, s a kitűzött munkatérről való kilépés lenne. A szellemi dolgok fölös élvezete szintén káros, hamarosan belefáradnátok a szellemek úgynevezett ámításai után, kiknek isteni erőt tulajdonítottatok. Elernyednétek, és a hitetlenség végre szétrombolna minden eddig elért erényt. A szellemi téren megfontoltan kutató bizonyára el fogja találni a helyes mértéket. Örömmel és jókedvel fogja napi munkáját végezni, magában hordva a szellemi kincset, s így fog szólni. Szorgalmasan és hűséggel akarom munkámat végezni, mert önkéntes testöltésem által ez a hivatásom. Miután önkéntesen fogadtam el a dolgot, a gondot, a mindennapi kenyerért, vidáman és jókedvel akarok dolgozni, hiszen a jó és magas szellemek munkám végzésekor is folyamatosan környeznek. Ők adnak hozzá erőt és vidámságot.
Mi boldog vagyok, hogy a napi fáradtság közben létezésükről és jelenlétükről tudomással bírok. Ez oly fölséges kincs, mellyel a leggazdagabbak sem bírnak, ha nem ismerik a szellemtont. Hogyha azután munkádat bevégezted, s elkövetkezik a pihenés órája, melyet máskor világias fecsegéssel töltöttél el, akkor használd ez órát valóságos üdülésre. Vonulj vissza! Ha lehetséges, közlekedjél jó szellemeiddel, imádkozzál, beszélgess a jó Istennel, és fogadd a mindennapi szellemi kenyeret. Igen, akkor a valóságos üdülés ez órájában megtalálod a tiszta erőkkel való gyógyító egyesülést, mely téged Istenhez vonz. A szellemi elmélkedés ez órájában a jó szellemek arcod minden veríték csöpjét a szellemi tudomány értékes gyöngyévé változtatják, párosulva a kötelesség teljesítéssel, és akkor Isten szeretete és áldása veled lesz. Testvériség. Sokat beszélnek a Földön testvériségről, de valójában nem gyakorolják. Ne tégy másoknak olyat, amit nem akarsz, hogy mások neked tegyenek. Ebből áll a valódi testvéri szeretet. Bánjál úgy másokkal, amint szeretnéd, hogy veled bánjanak mások. Megsértette-e Jézus valaha a feljebb valókat? Háborúskodott? Midőn elfogták, kigúnyolták, s oda kiáltottak hozzá, szabadítsd ki magad! Nem felelt, de tanítványainak mondta. Jól lehet, kérhetném az atyát, hogy felszabadításomra az angyalok légióit küldje, de én a törvény beteljesítésére jöttem. Így mélyen hajolt meg ő, a legelső az emberek iránti nagy szeretetében a törvény előtt. Meg akarta-e csonkítani valaha Jézus a vagyonosok jogait? Hatalmaskodott-e vagy ócsárolt-e valakit valaha? Sajnálkozott a gazdagok felett, mert nehezen érik el a mennyországot. Megmutatta nekik az Istenhez vezető utat, és így szólt hozzájuk. Adjátok, amitek van a szegényeknek. Testvériségével Jézus szeretetet és békét hozott. Ezt jegyezzétek meg magatoknak, s kövessétek példáját. Szeressétek az embereket testvérekként, tegyetek jót, és ne legyetek gőgösek. Teljesítse mindenki a testvériség feladatát oly jól, amennyire csak képes. Mert mindnyájan egy Isten gyermekei vagyunk, rang és nagyság, állapot és nemesség nélkül, ami földből való, az levettetik, mert csak kölcsönvet vagyon. Isten előtt egyedül az erény maradandó. Feltámadás. Az Úr feltámadott. Az öröm és elragadtatás e felkiáltásában nyer kifejezést saját feltámadásotok is. A keresztény hitnek sarkallatos tétele ez. Jézus föltámadott, tehát ti is fel fogtok támadni. Nincs halál, de van feltámadás. A rothadó test el fog múlni, a romolhatatlan test fog feltámadni. Ebben az értelemben fogja fel a spiritista a feltámadást, ellentétben a testi, a hús és csont föltámadásának hitével. Krisztus sem említette sehol ilyen értelemben a feltámadást. Az a test, amelyet itt levetünk, földből való és oda tartozik. De a szellem Istentől való, Istené, meg nem hal, és föltámad a testi halál után. Halál nincs. Mert Krisztus halottaiból való föltámadása által minden halált megsemmisített. Azt mondhatnátok, Krisztus testében támadott fel, mert teste eltűnt a sírból. De ez csupán Krisztusnál volt így, mert Krisztus az emberektől eltérően egészen más körülmények között testesült meg és született. Meglévén ereje, az önhatalmú megtestesülésre, bírt az önhatalmú elváltozás vagy a test feloszlatásának erejével is. Jézus bírt e hatalommal, mely isteni erő.
A feltámadás rátok nézve halhatatlanságot jelent, mert ha százszor születnétek is a földön, mindenkor fel fogtok támadni halottaitokból, míg nem elértétek a tökéletességnek azt a fokát, mely ez átváltozások fölé emel, mert azután nincs többé halál, sem föltámadás, mert akkor örökké valóság lészen. Vezeklés. Ha javulni akartok, vezekeljetek. A vezeklés minden bűn orvosszere. A föld csillag a vezeklés világa. Ó, mi sokan rójátok le itt bűneiteket, vétkeiteket. Valóságos vezeklő egzisztenciákat figyelhetünk meg a földön. Ne zúgolódjatok tehát ti, kiket a sors üldöz, bánat és fájdalom meglátogat, dicsérjétek érte Istent, mert vétkeiteket vezeklitek le általuk. E földön ennek nem vagytok tiszta tudatában, s azért kérditek, miért jön reám mind e baj? Ó, ne szóljatok így! Törődjetek bele! A halál után mindenki fog derülni, és ti hálát fogtok adni Istennek az üdvös vezeklésért. Ezért, kedves barátaim, viseljétek szíveteken, földi vezekléseteket, szolgáljon, vigaszul a tudat, hogy nem ok nélkül szenvedtek, és hogy azoknak, kik Istent szeretik, minden dolog javukra válik. A tökéletességethez vezető lépcső a vezeklés. Nélküle nincs megváltás a bűntől.